Ez itt a Képtár, köszöntöm nézőinket! Sikeres évadot zárt a Pécsi harmadik színház. Ezt értékelte a teátrum vezetése június 5-én a sajtó képviselői előtt. Azonban hiába a szakmai minőség, ha finanszírozási oldalon nincs meg a működéshez szükséges biztonság. Jelenleg még nem tudni, mennyi pályázati forrást tudnak megszerezni a szeptemberi induláshoz, így egyelőre műsort sem hirdettek a következő évadra. Olyan társra vágyok, aki nem csak járja az utcákat egész nap, hanem cselekedni is képes. Részletek a Pécsi harmadik színházban bemutatott előadásokból. Volt közöttük saját előadás, vendégelőadások, olyan színészekkel, akiket az egész ország ismer. Június 5-én a mögöttünk álló évadot értékelte a színház vezetése. 183 előadást tartottunk az elmúlt évadban, 119-et Pécset, 64 előadást pedig vidéken tartottunk, több mint 30 ezer nézőnk volt, 183 előadáson belül saját előadás volt 151, a befogadott előadás 32, a stúdió előadások száma pedig 92. Ezt azért említem meg, mert ugye ez szinte az előadás számnak a fele, és ez már egy kicsit átvezet majd, amikor a jelenlegi helyzetről is egy kicsit beszélek. Nyilvánvaló, hogy a stúdió előadásoknak a közönség létszáma az hát 60 és 80 fő között mozog mi nálunk. Ez a bevétel szempontjából tulajdonképpen, hogy mondjam, fontos. Tehát ez mutatja, hogy a mi működésünk nem tud egy ilyen üzleti színházi működés lenni, hisz az előadások fele ugye kisebb létszámú nézőtérben valósul meg. Vince János azt mondja, megvan a titka annak is, hogy miért talált ilyen könnyen egymásra a színház és a közönsége. Nagyon szüksége van a jelenleg Magyarországon az embereknek arra, hogy katartikus dolgokat éljenek át. Nagyon-nagyon afelé megyünk, hogy ugye már katarzisnak két formája van, vagy ugye nagyon jókat nevetünk, vagy megrendülünk. Tehát mind a kettőre azt látom, hogy az emberek befogadásban erre vágynak. Én általában azokat az előadásokat kedvelem, amelyek ezt a kettőt egyszerre tudják képviselni. Tehát úgy, mint ugye az ókori görög állarc, az a síró és nevető állarc. És hát ezeket a pillanatokat én ugye már hosszú pályafutásom során abszurd, groteszk vonulatba találtam meg. Jelenleg is ugye a futóelőadások, amelyek az én rendezésemben vannak, ilyenek. Még egyetlen egy dolog ezzel kapcsolatban, hogy mindig azt mondtam egy időben, hogy az abszurd az egy olyan dolog, meg mi azt is mondtuk sokan, ugye akár irodalmárok, dramaturgok, rendezők, egy évtizeddel is még ezelőtt, vagy másfél évtizeddel, hogy valahogy ez a világ, ez a lajtától nyugatra van. És ugye nagyon sok sajtótájékoztatón mondtam, hogy azt látom, hogy az abszurd az ugye realizálódik Magyarországon. Tehát úgy gondolom, hogy tehát akkora abszurditásokkal találkozunk, és olyan abszurd dolgokat látunk, akár a kis közösségek, a családok életébe, vagy akár a nagyobb közösség életébe is. Tehát én tulajdonképpen az egész programunkkal, illetve a előadásaimmal, amit én rendelek, ezt próbálom valahol képviselni. És hát úgy tűnik, hogy a mutatószámaink, a nézőszámaink, a visszajelzések, a vélemények ezt erősítik. Azonban a színház működésében is megjelenik az abszurditás, legalábbis finanszírozási oldalon. Hiába a sikerek, ez nem garancia biztonságos működéshez. Addig tartott, amíg ugye a tavalyi év végén nem született az a kormányzati döntés, hogy a színházak TAO támogatását megszünteti. Most ez óriási problémát okozott, nyilvánvalóan nagyon sok színháznak, de egy ennyire, hogy itt ismertettem többszörösen, vagy ahogy szokták mondani, hogy halmozottan hátrányos helyzetben lévő színháznál, akkor a problémát okozott, hogy hát nagyon nehéz küzdelmet folytatunk. Most nem ilyen szervezeti, politikai jellegű fönnmaradásunkért, hanem egyáltalán azért, hogy talpon tudjunk maradni. Így pályázatokból kell pótolni a kieső forrásokat.
Jelen pillanatra saját bemutatóra nincs pénzünk, viszont pályáztunk darabokkal, többel is, ugyanígy pályáztunk befogadó színházi sorozatra, tehát várjuk azokat a döntéseket, amelyek egy tisztább képet jelentenek számunkra, és akkor válik világosra, hogy mit tudunk a következő évadra meghirdetni. Tehát nyilván lesznek saját produkciók, lesznek befogadott előadások, és lesznek továbbra is műsoron lévő előadások. Ebből a háromból fogjuk a következő évad műsor tervét kialakítani. A pályázat beadása után 30 napon belül állítólag törvényileg dönteni kell, már most május végén 6 pályázatot adtunk eddig be. Ezek között van saját bemutató, van vendégjáték, van program. Tehát várjuk azt, hogy akkor, hogyha május végén beadtuk, akkor talán június végén tisztulni fog a kép, de még vannak pályázataink, amelyek most vannak születőben, akkor fogjuk látni azt, hogy mit válasszunk, milyen évadot, mit hirdessünk meg. Összesen 22 támogatási körben írt ki pályázatot a szakminisztérium. Ezekből próbál meg minél többnél sikeres lenni a Pécsi Harmadik Színház. Idén egyébként 34 millió forintot kaphatott volna a TAO-ból, a teljesítménye alapján a teátrum. Népdalok, kórusművek, átdolgozott komoly és könnyű zenei darabok. Többek között ilyen műfajú dalok szerepelnek a Vokapella repertoárjában. A 2016-ban alakult énekegyüttes a Pécsi Magtár kávézó teraszán adott koncertet. Tündér, ha lennék. Ezzel a címmel adott koncertet a Vokapella a Pécsi Egyházmegye által szervezett zene, film, színház elnevezésű programsorozat keretében. A Magtár kávézó teraszán népdalok, kórusművek és átdolgozott komoly, illetve könnyű zenei dallamok csendültek fel. Decemberben a Pécsi Advent alatt már a Domkőtárban volt egy hangversenyünk, és ennek az apropóján kerestem meg a Pécsi Egyházmegyét, hogy szeretnénk valamilyen módon itt részt venni ebben a sorozatban, ami a Magtárnak a teraszán nyáron történik. Nagyon fontos volt nekünk az, hogy most valamilyen fellépési lehetőségünk legyen, ahol kipróbálhatjuk magunkat, ugyanis június 22-én a Keszthelyi Dalünnepre megyünk, ahol egy minősítésen fogunk átesni. A kórus 2 évvel ezelőtt már kapott egy kiemelt aranyminősítést, most pedig egyen magasabb fokozaton kategória minősítésért indulunk. Egy picikét szélesebb volt a repertoár, mint amit általában képviselünk, mert nagyjából a 20. század és a kortárzene az, aminek a nyelvén mi beszélünk, amit igazán tudunk képviselni, és amiért valójában meg is született a kórus. Viszont egy ilyen kategória minősítésért ennél szélesebb spektrumban kell magunkat megmutatni. Így kerültek be reneszánsz, barokk és kis romantikus művek is a műsorunkban, és azért is hoztuk el ezeket is, hogy végre megmutathassuk magunkat ebbe, kipróbálhassuk, hogy ezek a műfajok hogy állnak nekünk. Az együttes 2016 tavaszán alakult. Ez egy nagyon izgalmas év volt a számomra, mert akkor éppen 6 hónapos várandós voltam, és nagyon vártam már a kisfiam, az első kisfiam érkezését, és akkor úgy éreztem, hogy ebbe a várakozásba beleillik az, hogy végre megszülessen egy kórus is, amire már nagyon régóta vágytam. Szerencsés helyzetben vagyok, mert gyerekkorom óta olyan közegben éltem, olyan helyen tanultam, ahol az emberek szerettek énekelni. Zenetagozatos gimnáziumba is jártam, és a kórus első megszólított tagjai azok gyakorlatilag volt osztálytársak, évfolyamtársak, zeneiskolai társak voltak, akiket hívtam magam köré, és nagyon örültem, hogy jöttek is. Persze volt már valamennyi tagváltás, de azt hiszem, hogy ezeknek a
az együtteseknek az életében ez normális velejárója, főleg, hogy női karként azért az életnek más vonulatait is képviseljük az anyasággal például, tehát nyilván, hogy ez okoz néha olyat, hogy valaki egy kis időre kimarad, de nagyon büszke vagyok arra, hogy olyan nyitott közösség vagyunk, hogy hozzánk a tagok sokszor kisbabákkal járnak a próbára, és közöttünk játszanak, a nagyobbak ott tanulnak, és velünk vannak, és meg lehetett nézni, most is volt a koncertünkön olyan gyerek, aki végig énekelte szinte az egészet, mert hogy a próbákon magába szívta. És azt hiszem, hogy a kórus éneklésnek ez egy óriási küldetése, hogy nem csak arról szól, hogy zenélünk, hogy tiszta hangokat énekeljünk, hanem azt, hogy közösséget építsünk. És a mai világban ez rettenetesen nehéz feladat. Az emberek elmagányosodnak, elidegenednek, de egy ilyen helyen egymásra tudunk találni, hogy ne csak a telefonjukat nyomkodják, hogy ne elzárva legyünk egymástól. És ezek a gyerekek, ezek azzal, hogy körülöttünk vannak, amikor mi próbálunk, ők magukba szívják ennek az erejét, hogy milyen érzés az, amikor egy csapat együtt van és együtt énekel. Úgyhogy ez egy nagyon fontos küldetés, nyilván amellett, hogy képviseljük a gyönyörű magyar zenénket, a magyar női karirodalmat, de ez egy nagyon fontos cél. A Padlás című egyik előadásával is benevezett a Pécsi Nemzeti Színház a 7. Pécsi Családi Színházi Fesztiválra. A félig mese, félig musical műfajú produkciót eredetileg 1988-ban a Víg Színházban mutatták be, és azóta is repertoáron tartják. Pécset 2013 óta folyamatosan műsoron van a darab. Én már érzem, ez jó lesz. Figyelj! Ez egy ócska padlás, ez is csak olyan, mint a 100 000 másik. Iszonyú piszok van, és semmi sem látszik. Presser Gábor zenéjével és Stevanovics Dusán szövegével, valamint Horváth Péter drámaíró kiváló csapatnak bizonyult a születendő produkció szempontjából. Be is jött nekik, hiszen negyed százada repertoáron van az országban, de még a határon túlra is eljutott az előadás. A mű egy családi közösségi darab, amely teljesen mentes a politikától és a történelemtől. Lámpás a szerelmes pár rádiós, és Süni a folyton szilvás gombócot készítő mamóka, és a többiek története 9-től 99 éves korig mindenkinek szól. A történet szerint Barrabást, a gengsztert Götz Attila alakítja. Ő ugye a gonosz karakter, aki ellenpontozza ezt az egész darabot, de van egy nagyon szép fordulat benne, amikor a szellemekért eljövő révész, az a Barrabás testében jelenik meg. Ezzel okoz némi bonyodalmat, rengeteg humorforrást, és a vége pedig a mondjuk úgy, hogy megtisztulás, az egy nagyon szép pillanat. A mű egy betörés, két szerelmes fiatal és négy a túlvilágot kereső szellem történetét meséli el. Ebben a produkcióban Süni, a fiatal lány hegedülni tanul. Olyan szempontból fontos az ő jelenléte, hogy végül is megold egy kulcs problémát, méghozzá azt, hogy akik már látták, nyilván nagyon sokan látták ezt az előadást Pécsen, mert már 2013 óta játsszuk, hogy a Robinson, aki a számítógépe a rádiósnak, ugye nincsen kapcsolata, mert szétvágják a zsinort fönt, és ezt a Süni oldja meg, az ő bátorságától függ az, hogy a Robinson tud-e segíteni a szellemeknek, vagy sem. A Pécsi Nemzeti 2013 óta rendszeresen játssza a padlást. Ennyi év alatt általában van szereplőváltás. Itt is előfordult, ekkor a színészeknek újra kell hangolni, egymáshoz alkalmazkodni. Az is kihívás, hogy gyerekeknek is kell játszani, hiszen egy családi színházi fesztiválon adják elő a darabot. Amikor ez az első bemutató megvolt, és megvolt az első szereposztás, abban például Mikola Gergő volt a törpe. Ő dolgozik egyfajta attitűddel, egyfajta mentalitással. Aztán átvett ezt a szerepet, amikor a Gergő egyszer szerződött, és továbbra is műsorban maradt a padlása, a Szél Horváth Lajos, akinek sajnos volt egy szív problémája, és ezért nem tudott tovább csinálni, és beállt helyett az Urbán Tibor. De mind egyéniségek.
És ugye a karakter az nagyjából ugyanaz, de mindenki kicsit magából fogalmaz meg egy-egy poént, egy-egy szép mondatot, és teljesen másképp hangzik az Uborka szájából, Urbán Tibor szájából az a mondat, ami annó például a Mikola Gerinek a szájából elhangzott. És arra nekünk viszont reagálni kell. Mikola Gergőn így reagált el, hogy az Ubiná pedig úgy reagálsz, de a kettő, az nem ugyanaz. Böhm György a darab rendezője 25 éve még csak másodállású dramaturg volt, rengeteg próbát megnézett a Víg Színházban, akkor még nem gondolta, hogy valaha rendezni is fogja a Padlást. A siker elképesztő volt 25 éve, és azóta is tart. Lényege, a szállóigévé vált néhány szócska, mert kell egy hely. 17 előadás 13 társulattól a 7. Pécsi Családi Színházi Fesztiválon. Ez volt a felhozatal május 25 és június 2-a között. Társulatok érkeztek Budapestről, Kecskemétről, Veszprémből, Szegedről, Kaposvárról, Dunaújvárosból, Nyíregyházáról, Komáromból, Zentáról. A Pécsi Művészeti Szakgimnázium végzős növendékei, a Pécsi Balett és a Keretalkotó csoport is fellépett. Ez most egy jó sikerült volt, bár általában mindig az, hát mindig persze összehasonlítjuk, a tavaly az nem ért el a 100%-ot, itt most már átléptük, tehát itt a 100% átlépés az azt jelenti, hogy a pótszékesek voltak az előadások, hát még van néhány előadás, azt hiszem 3 előadás lesz még, amire egyáltalán egy darab még pótszék sincs, és azt hiszem 2 előadás lesz még, amire egy-egy pótszék, illetve karzat széle jegy még kapható, de összességében nagyon elégedettek vagyunk. S a herceg igazolva költ és vette, amit kell. Ez ő a visszahangú veszteség, ez ő az elfelejtett verseny, Ha nyár, akkor Pécsi Nyári Színház. Idén is remek szórakozást ígérnek a Káptalan utcában, ahol hazánk leghíresebb színművészeit láthatja majd a közönség. Újdonságként a szabadtéri játszóhelyen zenei programok színesítik a kínálatot, valamint a mozi szerelmeseinek tartogatnak még meglepetéseket a szervezők. Teázunk! Hogy ne szerelme, nagyon szeretnék, de hát mindjárt indul a géped. Teázni kötelező, kis biszkittel, te nem kér? Nem, én inkább hagyományosan kávé, cigaretta, kóla, gumicukort. Baj lesz, Bernár, férfi, 40 évesen nem teázik. Rájön a stressz, 10% lemegy az élet. Előadások a Pécsi Nyári Színház korábbi éveiből. Idén is várja azonban a nézőket a szabadtéri színpad. Június 19-től indul a színházi program a Káptalan utcában. Én úgy érzem, hogy idén is egy olyan színes programot sikerült összeállítani, most a színházi részre gondolok, majd utána kifejtem bővebben, hogy miért csak a színháziról beszélek. Egy olyan színes, szórakoztató és egyben tartalmas előadásokat láthat a tisztelt nagy érdemű, aki eljön a Káptalan kertbe, mert most már lett egy új nevünk is, Pécsi Nyári Színház a Káptalan kertben. Olyan előadások lesznek, mint a Valódi hamisítvány, Nincs csak ki van itt, a Lárpurlárt jön, az Ankunai szerelmesek, Riviera, Olimpia, szóval hihetetlen változatos a műsor. És most már lassan úgy kell mondanom, hogy 2-3 hete már elindult a jegyértékesítés, és aki még nem vett jegyet, azt bíztatom ezúton is, hogy vegyen, hiszen már vannak előadások, amikre már nincs jegy. Például a Valódi hamisítványra azért kellett még egy előadást megnyitnunk, mert az elsőre 3 nap alatt elfogyott. Na és a Káptalan kert, hogy visszatérjek erre, most egy kicsit abba fog változni talán a Nyári Színháznak a műsor politikája, hogy lesznek könnyű zenei koncertek is. Ami már biztos, az a Margaret Island, és még nagyon-nagyon-nagyon sok nagynevű koncertet fogunk lehozni ide Pécsre. Én szerintem ezzel mindenképpen színesedni fog a Nyári Színház kínálata. És ami még nagyon fontos, hogy lesznek nyáresti mozik. Ez is talán egy olyan újdonság, ami Pécsen a szabad ég alatt régóta volt, vagy hát régen volt még a parkmozi, akik erre emlékeznek. Most ezt kicsit a Káptalanba megpróbáljuk visszavezetni, és természetesen egész nyáron a Fröccsligetben, a Káptalan kertben megvárjuk azokat a nézőket is, akik pont mondjuk aznap este nem nézik meg az előadást, de egy jó fröccsöt vagy egy almalét szeretnének inni.
Június 19-től egészen augusztus 10-ig fogadja a nézőket a Pécsi Nyári Színház. Természetesen idén sem maradhat el a már megszokott sztárparádé. Országos hírű művészek lépnek fel ismét Pécsett. Hazánk egyik legszebb környezetében található szabadtéri színpadán csupán néhány alkalommal láthatóak méltán népszerű színművészeink. Nem akarlak ám fölébreszteni, de valami Évit keresnek. Én mondtam, hogy nincs itt semmiféle Évi, azt mondják, van. Te hallottál ilyesmiről? Évi. Évi. Azt mondja Évi. Hát mondom, hogy milyen nincs Évi? Milyen Évi? Nem tudom, azt neked kell tudni, hogy milyen Évi. Valami Évi. Na várjál, majd megkérdezem. Halló? Nem, a másik. De milyen Évi tetszik keresni? Nem ért. Nem vagyok süket, maga nem tud beszélni. Várjál, szívem, az Évit keresi itt? Évi, hát van itt nekünk egy Évi. Évi! Ébresztő! Jaj, nem tudtam! Most mi van? De szeretném én is tudni, téged keresnek. Jaj, ez biztos a Lónyai Hasi. Nem, a Tarisznya, csókolom! Te mindenkinek megadtad a számomat? A Tarisznya nem mindenki. De tudtad, hogy itt fogsz aludni? Ő is tudta, hogy itt fogsz aludni. Neki, mert úgy néz ki, hogy a Fininek tudna melót szeretni, és akkor a Panni, a Petszóval elmehetne a légy. A képtárat látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!